Tomislav Nikolić köszönetet mondott José Manuel Barrosónak azért a segítségért, amelyet Szerbia EU-s integrációja során nyújtottak. Az árvízkatasztrófa után kapott támogatás pedig szerinte egyértelműen azt bizonyítja, hogy Szerbia egy nagyobb európai családra számíthat. Az államfő kifejtette az ország álláspontját az Európai Bizottság elnökének. Szerbia je zemlja koja ima svoju politiku. Tu politiku gledamo da uklopimo u interesu svih građana Srbije u mnogo širu politiku, u mnogo ozbiljniju politiku, ali Srbija ima prijatelje i na istoku, i na zapadu, na severu i na jugu. José Manuel Barroso az EB elnöke körbejárta Obrenovácot, ahol a legnagyobb pusztítást végezte a májusi árvíz. Elmondta, mindent megtesznek, hogy a károk szanálása gyorsan befejeződjön. The European Commission took a decision last Monday to redirect 30 million euros from the Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA, that is our general support program for Serbia. Rad na ovoj školi, na primjer, u kojoj stojimo sada, će krenuti najkasnije u roku od 2 nedelje, kao što je slučaj i sa drugim školama, i sa drugim javnim objektima, i sa drugim kućama koje će se iz ovog novca graditi. Barroso kiemelte, Szerbia jelentős lépéseket ér el a Koszovóval való viszony normalizálása terén. Az Európai Bizottság elnöke szerint Szerbia egyedülálló szerepet tölt be a Nyugat-Balkánon, az ország fellépése nagyban befolyásolja az unió további bővítését a régióban.